Meghalt Olaszországban a második koronavírussal fertőzött beteg, jelentette kórházi forrásokra hivatkozva az olasz hírügynökség pár órával azután, hogy a hatóságok bejelentették egy 78 éves, szintén új típusú koronavírussal fertőzött férfi halálát. A legújabb áldozat egy Milánóban élő nő, a korábban elhunyt férfi padovai lakos volt. Olaszországban eddig 30 esetet tartanak nyilván, ebből 27-et az ország pénzügyi és ipari központjának számító északi térségben Lombardiában. A fertőzés miatt számos nyilvános esemény, köztük vasárnapi misék és futballmeccsek maradnak el, több iskola és üzlet pedig bezárt. Én nagyon félek, válaszolja a riporter kérdésére egy maszkot viselő helyi lakos, aki bevásárolni indult, mielőtt a boltok bezárnának. Nagy lett a félelem, miután itt is megjelent a vírus. Persze jó, ha valaki maszkot visel, de szerintem túl nagy a pánik. Minden bezár. Akinek viszont dolgozni kell, azok sokkal nehezebb helyzetbe kerülnek, mondta egy férfi. Ha eljön a halál pillanata, akkor meghalunk. Mit tehetnénk? Puszta kézzel nem tudjuk megállítani, mondta egy helyi lakos. Közben elindultak Olaszországba a japán partoknál karanténba zárt Diamond Princess óceánjáró olasz utasai. A luxushajó február 5-e óta állt egy kikötőben vesztegzár alatt, miután egyik utasánál kimutatták a koronavírust.